Előzőleg egy héttel korábbra jelentették be ezt az eseményt. Mi történt, hogy meg kellett változtatni? Hát, olyan rendezvények kerültek bejelentésre, amelyeknek a látogatói azonosak a mi látogatóinkkal, és úgy gondoltuk, hogy így lehetőséget adunk a kedves közönségnek, hogy minél nagyobb számba meg tudjanak jelenni a szabadkai lóversenypályán május 28-án délben, amikor tulajdonképpen kezdetét veszi majd a tizedik vajdasági vágta, jelesül az újvidéki mezőgazdasági vásárnak lesz a megnyitója 20-án, 21-én, és, és, hát a kőketánc, ami szintén nagyon fontos vajdasági magyar rendezvény, amire szintén gondolom, hogy sokan ellátogatnak, így nem szerettem volna, hogy megoszoljanak a, a Nem állítják nézők. választás elé. Nem, így van, így van. Ahogy említette, akkor idén is Szabadkán lesz kint a lóversenypályán ez a futam. Igen, itt Szabadkán, a szabadkai lóversenypályán. Itt nagy örömmel várnak bennünket, készülnek a klubnak a, az elnöksége, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy az idén is itt Szabadkán fogunk versenyezni. Tizedik jubiláris versenyről van szó. Hogy néz ki majd az idei vágta? Milyen versenyszámok lesznek? Hát az idén is, ugye 12 órakor indul a megnyitó. Ünnepélyes megnyitó lesz felvonulással, eskütétellel, galambröptetéssel, és utána egy óra magasságában elindítjuk a, az előfutamokat. A reményeim szerint az idén is 20 fölött lesz a versenyzők száma, így négy-öt előfutamot tudunk majd indítani utána a kis huszárok, tehát az utánpótlás fog színre lépni, ott is remélem, hogy legalább egy-két előfutam lesz, még folyamatban vannak ugye nevezések, ezért nem tudok pontos számokat mondani, majd a lovak elmennek pihenni, és akkor színre lép a kitöltő program, úgymond, kísérő rendezvények. a kísérő rendezvények, a fogadhajtók, az ügetőversenyzők, a csikósok, és így tovább a megszokott ütemben, aztán hat óra magasságában lesz majd az egyik döntő, másik döntő, és hát az egész programot, az egész napot a Budapesti Operetszínház művészei fogják majd befejezni. Egy igazán tartalmas programmal várják idén is a látogatókat. Említette, hogy még nem tudja, hogy jelen pillanatban, hogy áll a jelentkezések száma, tehát lehet még jelentkezni. Meddig tudnak jelentkezni a versenyzők, és hogyan? Hát mindig úgy szoktuk, hogy szinte az utolsó napig Illés Ferenc szervezőtársunknál adán lehet jelentkezni, úgyhogy még nyitott, tehát még ahogy tetszett említeni, 30 nap van hátra, tehát hívjuk és várjuk, buzdítjuk a vajdasági lovas versenyzőket, fiatalokat és kevésbé fiatalokat, hogy jelentkezzenek. Egyébként 30 nap elegendő lenne arra, hogy felkészüljenek, ha valaki most így szeretne belevágni? Hát, hát Nem. ez picit necces, de, de megjelenni De a részvétel a, a részvétel a fontos, ahogy azt annak idején Kubertin Báró is mondta. Fontos ugye megemlítenünk, hogy a vajdasági lovasok minden évben bizonyítanak a Budapesti Nemzeti Vágtán. Mit jelent ez a vajdasági lovasok számára és klubok számára? És bővült-e a vajdasági lóállomány mik az észrevételeik? Úgy látom, ez a tíz év alatt szépen bővült a vajdasági lóállomány, picit mennyiségben is, de főleg minőségben. Ezt legjobban bizonyítják ezek az eredmények, hogy már imáron négy alkalommal ide vajdaságba került a az 1848 as szabja, mint a Nemzeti Vágta fődíja. Ezt még egyik határon túli közösség sem tudta megismételni, tehát ebbe is mi, Vajdaságiak, ha szabad ezt mondanom, elsők vagyunk. Tehát nagyon szurkolok, hogy az idén is megismételjük ezt az eredményt, hiszen az nagyon szép lenne, hogy a tíz megszervezett előfutamból öt alkalommal 50%-os teljesítményt hozni. Ezt nagyon szeretnénk a szervező társaimmal és a versenyzőkkel együtt megdönteni ezt a rekordot. Úgy legyen majd, fogjuk Köszönjük. a csipiszt. Egyébként a cél az lenne, hogy minél több ló legyen vajdaságban, tehát minőségi van? Igen, igen, minél több minőségi versenyló, minél több Versenyző lovas, hiszen az egyik célunk annak idején, tíz évvel ezelőtt az volt, hogy hogy minél jobban közel hozni a természetet, az állatokat, a lovasportot a fiatalokhoz, a gyerekekhez. Így, így nagyon szépen alakult ez a tíz év alatt, ez a történet, hiszen minden évben egy-két Futamot ki tudtunk tölteni a kis huszár versenyzőkkel, tehát az utánpótlással, és nagyon sokan vannak már olyanok, akik kis huszárként kezdték itt a Nemzeti Vágta előfutamában, aztán átmentek fölnőtt versenyzőbe, és ott is nagyon szép eredményeket érnek el. Ezzel úgy gondolom, hogy bizonyos részben el tudjuk hozni a, a számítógépek, a mobiltelefonok bűvületéből a fiatalokat, és picit természetközelbe is, és bizonyos életformák alakulnak ki, hiszen a amellett, hogy a ló az egy nagyon pozitív állat, pozitív kisugázása van, az már nagyon igényes. Igen. Tehát a ló, ahogy mondják, piszkos vödörből nem iszik vizet. Tehát őt szépen karba kell tartani, reggel, délben, este, megetetni, megitatni. futtatni, csutakolni, csutakolni? Igen, nagyon sok feladat van egy ló körül, és ezzel kialakul egy. Egy felelősségvállalást adnak a így, fiataloknak ezzel. Pontosan. Ugye korai még erről beszélni, de azért mire számíthatunk, ahogy említette, már négy győzelem mondjuk uh -huh. úgy, hogy a miénk. Tavaly Szabadka nyerte a Nemzeti Vágtat, és a második helyen is vajdasági származású lovas végzett. Van-e esély? Akkor térjünk vissza, hogy van-e esély erre az ötödikre? Ezek után ezek az eredmények felhatalmaznak arra, és <laughs> azt hiszem, hogy nem vagyok szerintelen, hogy felhatalmaz bennünket igen arra, hogy az idén is nyerjünk. Sok sikert kívánok hozzá, és további jó felkészülést. Remélem, hogy minél többen fognak jelentkezni úgy kis huszárok, mint felnőttek, és megmutatják azt, hogy mire képes a vajdasági lovas. Így van, Na, remélem, hogy így lesz, és hát, ö, nagy szeretettel várjuk a kedves közönséget. Nagyon jó italokkal és ételekkel készülünk, program szerintem nagyszerű lesz, Főzőverseny is lesz az idén is, úgyhogy bízok benne, hogy a nézőcsúcsot is dönteni fogunk az idén.